És szeretném nektek bemutatni a délutánnak az első előadóját, Szalai Ádámot, akit lehet, hogy már többen ismertek a televízióból, mert TV2 Napló főszerkesztő. Tehát őt, Ádámot nem zavarja a Rivalda fény. Viszont most egy új oldaláról mutatkozik be, mert valamiért, és biztos majd megemlíti, hogy miért, egy belső indítatásból Jack Canfield, aki az erőleves könyveknek, az erőleves sorozatnak a szerzője többek között, és Amerikában sikeres boldogság, tréner, boldogság, tréner, coach. És Ádám megtette azt nekünk, hogy elhozta ezt a tudást Amerikából. Azzal a háttérrel, ugye, hogy ő, mint riporter, sok mindent látott az életben, tehát volt összehasonlítási alapja. Úgyhogy talán azt is mondhatjuk, hogy arra is választ kapunk, hogy mit tenne Jack Canfield ma itt helyünkben, így van? Igyekszem. Úgyhogy kérem, hogy fogadjátok Ádámot sok szeretettel. Köszönöm szépen. No, hát jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Szalai Ádám vagyok, 39 éves vagyok. Van egy nagyon szép házunk, az UniCredit Bankkal osztozunk rajta. 14 millió forint erejéig, és havonta 140 ezer forintért. Nyilvánvalóan nincsenek mindennapos gondjaink. Én egyébként olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy akkor vettük fel a hitelt, amikor már sokan nem. Tehát 270 valahány forintos euró árfolyamon, mert ez egy euró hitel. De ebben az elkövetkezendő 45 percben arról szeretnék beszélni, és arról fogok beszélni, hogy mit tennék én, hogyha mondjuk így akasztanák a hóhért. Tehát, hogyha nekem, aki ezt tanítja, szembesülnöm kellene azokkal a problémákkal, amelyekkel most nagyon sokan szembesülnek. Én 2 hete jártam Svájcban, 2 barátommal voltunk. Ők olyan helyzetben vannak már a frank hitelük miatt, hogy amint megérkezik a fizetésük, gyakorlatilag a teljes összeget leemelik a számlájukról. És abból élnek, amennyit a feleségük keresni tud. Megérkeztünk Svájcba, és mondták, hogy légy szíves, váltsál pénzt, szóval látni akarom ezt a szörnyűséget, ami miatt ott tartunk, ahol tartunk. Gondoltam, hogy gáláns leszek velük, és meghívtam őket vacsorázni. Ugyanazt rendeltük mind a hárman. Csirkecombot, sült krumplit, és mellé egy korsó sört. Ugye ez egy péntek este volt. Borravalóval együtt átszámítva 38 ezer forintot fizettem. Úgyhogy megtapasztaltam azt a fajta kelet-európai érzést, amit ugyanígy Svájcban átélhettem, amikor feleségemmel, Szilvivel még a 90-es évek elején kint voltunk. De igazándiból nem erről szól majd ez a 45 perc, mert nem erről kell szólnia. Tudjuk, hogy ez a mostani válság mélyebben beleívódott a mindennapjainkban, mint az utóbbi időben bármi. Mindenkit érint valamilyen szinten. Van, aki már itt tart, hogy elviszik a teljes fizetését. Van, aki ott tart, hogy izgul azon, hogy a befektetései jó helyen vannak-e. Ugye sokan jártak úgy a reál hozammal, hogy sehogy sem jártak vele, tehát egy fillért sem kaptak, és aztán elkezdünk izgulni, hogyha van egy kis pénzünk, azt érdemes-e egyáltalán befektetni. Tehát nagyon sokakat érint az a kérdés, hogy talpon maradunk-e vagy sem, és hogyha van a talpon maradásnak stratégiája, akkor az mi lehet? Erről fogunk beszélni most. Gondoltam, hogy egy történettel kezdenék. Van egy nagyon kedves ismerősöm, Matt Weinsteinnak hívják. Egy kiváló tréner az Egyesült Államokban, járja az országot, és tulajdonképpen játékokra tanítja az embereket. Jártam én is tréningjén, fantasztikus azt látni, amikor magyar pénzben természetesen milliárdokat kereső cégvezetők kacsának vagy elefántnak álcázva magukat szaladgálnak egy szobában, és mint a gyerekek ugyanúgy játszanak. És Matt egyébként azt tanítja, hogy dolgozz úgy, mint a kutyád. Ez ugye ez az angol kifejezés, ez a work like a dog, olyan keményen, mint a kutya, de az is benne van, hogy dolgozz olyan szenvedéllyel, olyan élvezettel, olyan lelkesedéssel, mint ahogy a kutyád vár téged otthon este. Szóval egy nagyon vidám embert kell elképzelni, és ő mesélte nekem, hogy 2008. decemberében elutazott a barátaival egy luxus utazásra. Az Antarktiszra mentek, ezen az Academic Jaffi nevű gyönyörű hajón, és járták a tengeröblöket, és nézték a gyönyörű jéghegyeket, és azt mondja, hogy olyan volt ez az egész, mint hogyha egy élő múzeumban lenne. Ott látott először ilyen az Antarktiszra is jellemző csíkos jéghegyeket. Szóval fantasztikus volt, hogy ilyen élő műtárgyak között zajlott ez az élet. És kapott egy telefonhívást.
ott a hajón. Azt mondja, hogy igen, eszembe jutott, hogy a tréner szövetséggel egyeztettem én egy előadás sorozatot, és mondták, hogy ahhoz, hogy ez az egész működjön, nekem még rá kell bólintanom a végleges megállapodásra. És szaladtam fölfele, mert tudtam, hogy ez a telefonhívás, ugye szatellit, műholdas telefonról van szó, percenként 10 dollárba, 2000 forintba kerül. A történet mesélése idején most már 2200 forint, hogyha átszámítjuk. És azt mondja, hogy ment föl a hajóhídra telefonálni, még az is benne volt, hogy hú, milyen menő dolog ez, én itt biznisztelek az Antarktiszról, és építem a saját kis trénercégemet. De azt mondja, hogy nem a tréner szövetség volt a telefonban, hanem Jeanine Roth a felesége. És valami olyasmit mondott neki, ami gyökeresen megváltoztatta az életüket. Azt mondta neki a felesége, hogy drágám, Bernie Madoffot letartóztatták. És abban a pillanatban tudta, hogy az összes megtakarításuk füstbe ment. Minden, amiért 30 évig küzdöttek. A semmiből indultak, és egy nagyon szép vagyont raktak össze, és erre az emberre, Bernie Madoffra bízták, mert kire másra bíznák, mint a Nasdaqnak, a New Yorki tőzsdének a volt elnökére, akiben meg lehet bízni, hiszen egy ismert szakember. És kiderült, hogy ez az ember nem vigyázott a befektetésükre, hanem piramis játékot épített. Összesen 65 milliárd dollárt szedett el az emberektől. Nem mindegyik volt Matt Weinsteiné, de azért sok pénze volt benne neki is. És azt mondja, hogy átérezte ennek a veszteségnek az összes fájdalmát és kínját, és azt, hogy rosszul lett. Hogy nem tudta, hogy most akkor maradhatnak-e abban a házban, ahol eddig éltek, hogy tudják-e majd fizetni a mindenféle megélhetési költségeiket. Beszélgettek a feleségével, és aztán valamelyiküknek eszébe jutott, hogy drágám, tegyük le. Sajnos mától kezdve mi nem vagyunk azok az emberek, akik megengedhetik maguknak, hogy percenként 10 dollárért telefonáljanak. És letették a telefont, és elkezdte összeszedni magát ez az ember. Ugyanúgy egy tréner, aki nehéz helyzetbe került. És azt mondja, hogy oké, itt vagyok az Antarktiszon, akkor néha, hogyha lemegyünk a partra ezekbe a gyönyörű zodiák csónakokba, akkor élvezni fogom a tájat. Élvezni fogom a jéghegyeket, meg élvezni fogom azt, hogy pingvinek meg fókák rohangálnak mindenütt. Mert a többiek biztos nem akarják azt hallani folyton, hogy Madoff, 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 hogy milyen szörnyű dolgot tett vele. De azt mondja, hogy bárhova mentek, mindenhol csak Bernie jutott eszébe. Még a pingvinekről is. És amikor túlkerült ezen a megrázkódtatáson, és elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan szedhetné össze az életét, akkor azt mondja, hogy Epiktétusz segített neki, az ókori bölcs, aki ugye azt mondta, hogy nem válogathatjuk meg az életünk körülményeit, azt viszont mindig megválaszthatjuk, hogy hogyan reagálunk rájuk. És elkezdte gondolkodni a feleségével, hogy hogyan lehetne ebben a szörnyű lelki állapotban egy kis pozitivitást találni. Hogyan lehetne ebben a nagyon nehéz helyzetben megérezni azt, hogy valami jó is van. És kitaláltak egy kis játékot maguknak. És a játéknak a lényege az volt, hogy leültek a kanapén egymással szembe, és egyetlen dolgot kérdeztek a másiktól. Azt kérdezték, hogy mi nem rossz most az életemben. És erre kellett valahogy válaszolniuk. Jeanine, mi nem rossz most az életünkben? Hát nem rossz, hogy a gyerekeink még mindig szeretnek, és meghívnak minket ebédelni néha, és akkor együtt vagyunk. Hát nem rossz, hogy értünk valamihez, trénerek vagyunk, és újra tudjuk indítani az egészet az alapokról. Hát nem rossz, hogy még élvezhetjük ezt a házat, igaz, nem tudjuk, hogy meddig, de most még élvezhetjük ezt a pazar panorámát, meg a medencét, meg mindent. És innen lehet elkezdeni megint építkezni. Mert ugye a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az anyagi biztonságnál sokkal fontosabbak ezek a megélt emberi kapcsolataink. Hogy ezekben a nehéz időkben találunk-e valakit, akivel össze tudunk fogni, hogy találunk-e valakit, aki lelki társunk, aki tanácsadó a bajban. Azt mondja a pszichológia, hogy ez sokkal fontosabb, mint az anyagi biztonság, és némileg fontosabb, mint az egészség. Hogy ilyenkor elszigeteljük-e magunkat, befordulunk a falnak és gyászolunk, vagy pedig elkezdjük játszani ezt a fajta játékot. Mi nem rossz most az életemben. Van, akinek nagyon nehéz erre most ráhangolnia magát, én tudom. Elképesztő leveleket kapunk a televízióban. Segítsenek. Segítsenek, mert elviszik a lakásomat. Segítsenek, mert már enni nincs pénzünk. Hallom az embereket, ahogy néha veszekednek az utcán, hogy de én most cigit akarok venni. De nem, mert vagy cigi van, vagy vacsora van. És azért nem mindegy, hogy ha hazamegyünk, akkor az egy támogató közeg vagy sem. És valahogy eszembe jutott Zorba. Zorba a görög. Ugye van az a nagy jelenet a könyvben, amikor ott Krétán ők építkeznek, és valami hatalmas szállító szerkezetet raknak össze,
És amikor úgy tűnik, hogy kész van, akkor az egész fogja magát, és szépen, látványosan összedől. Romokban hever minden. És akkor Zorba mond valamit, ami arról szól, ahogyan nekünk ebben az időszakban most élnünk kellene. És ez így szól, hogy táncolni kell, Uram, a zene majd csak megjön valahonnan. Az egészet meg kell fordítani. Nem lehet várni a segítséget. Nem lehet várni, hogy eloszlik a felhő. Keresni kell a fényt az alagút végén akkor is, hogyha csak sötétséget látunk. Keresni kell a kiutat a labirintusból akkor is, hogyha csak zsákutcákat látunk. És hallani kell a zenét, és táncolni kell akkor is, hogyha esetleg nincs zene a környezetünkben sem. Mert ez a fajta mentalitás az, ami tovább visz. Ez a fajta mentalitás szól arról, hogy én rendet rakok a lelkemben, és először kezdem el érezni azt, ami már arról szól, hogy megszabadultam a hiteleimtől, hogy anyagilag biztonságban vagyok, hogy érdemes élnem, hogy kedvem van felkelni reggel, hogy van hova elmennem, és ott fontos vagyok. Ezt a fajta fordított hozzáállást, ezt a fajta átbillenést érdemes megtanulni egy göröktől. Hogyha jártak már Görögországban, akkor biztos érezték, hogy egy kicsit lazábban veszik a dolgokat, mint ahogy mi vesszük akár jó időszakokban is. Amiről ma szó lesz? Gyakorlatilag 8 pont, ugye említettem. Az első az az, hogy 100%-ban vállaljunk felelősséget az életünkért. Akkor is, hogyha olyan dolgok vannak benne, amelyekért azt gondoljuk, hogy nem mi vagyunk a felelősek. Aztán fontos az is, hogy lezárjuk a múltat. Azt a helyzetet, amibe keveredtünk. És új tiszta lappal tudjunk indulni. Fontos, hogy megértsük, hogy ez a dolog, amiről annyit beszélünk, ez a vonzás törvénye a hétköznapokban hogyan működik. A nap 24 órájában, a hét napján keresztül hogyan működik az életünkben. Aztán beszélünk arról, hogy miért fontos, hogy képezzük magunkat, hogy gondoskodjunk magunkról, és ne várjuk, hogy más gondoskodjék rólunk. Aztán beszélünk majd arról, hogy össze kell raknunk egy szabadulási tervet. Fontos, hogy legyen ilyen. Ki kell tűznünk a céljainkat, még akkor is, ha kedvünk sincs arra, és gondolni se szeretnénk arra, hogy most leírjuk, hogy mi lesz, és az miért lesz jó nekünk. Aztán beszélünk a kitartás művészetéről, és arról, hogy hogyan tudjuk ezt a mindennapjaink részévé tenni. Aztán beszélek majd egy picit a kérés fontosságáról. Sokfele jártam a világban, azt érzem, hogy különösen a világnak ezen a felén, ahol mi lakunk, nagyon nehezen kérünk. Nagyon nehezen fogadjuk el, hogy a másik esetleg segíthet rajtunk, mert kiszolgáltatottnak, mert szerencsétlenek, mert lúzernek érezzük magunkat. A legnagyobbak is kérnek, csak ők elsajátították ezt a művészetet. És a másik, ami gyakorlatilag a zárása lesz ennek a kis előadásnak, az az, hogy fontos, hogy megtaláljuk azokat, akik ezekben a nehezebb időszakokban is segíthetnek rajtunk. Miért jó nekem, hogy 100% felelősséget vállalok? Elképzelhető, hogy nem leszek túl szimpatikus ezzel az ideológiával, de tulajdonképpen nem azért jöttem, hogy szeressenek, hanem hogy amennyit tudok, annyit segítsek. Nagyon fontos, hogy az ember abból a kiinduló pontból lássa az életét, és ezt tanította nekem az én mentorom, hogy minden eredményemért én vagyok a felelős. Minden az életben megtapasztalt eredményt én teremtettem meg magamnak. Hogyha ez arról szól, hogy üres a pénztárcám, akkor azért is én vagyok a felelős. Hogyha ez arról szól, hogy egyébként olyan testben élek, amelyikkel boldog vagyok, hogy olyan párkapcsolatban élek, amelyikben boldog vagyok, azért is én vagyok a felelős. Arról szól, hogy hogyan reagáltam az élet kihívásaira. És persze most lehet azt mondani, hogy de nem én vagyok a felelős. Ott volt az a bank, amelyik nem mondta, hogy ebből ez lehet. Ott volt az az árfolyam, amikről nem tudtam, hogy így elszaladhat. Mindenki vett fel hitelt. Hát miért lennék én a felelős? Miért jó ez nekem? Akkor fordítsuk meg. Egészen addig, míg azt gondoljuk, hogy ezekért a dolgokért valaki más a felelős, addig mi az a szerepkör, amire magunkat kárhoztatjuk? Az áldozat szerepköre. Egészen addig a körülmények és a külső események áldozatai vagyunk. És az áldozat nagyon nehezen tud bármit is tenni az ellen, ami őt érte. Ellenben, ha azt mondom, hogy oké, tetszik, nem tetszik, én vagyok a felelős. Én nem figyeltem esetleg oda, amikor arról volt szó, hogy meddig szaladhat az az árfolyam. Én nem gondoltam végig, hogy ennek a döntésemnek milyen következményei lehetnek. Én költök többet, mint amennyit keresek. Oké,
én teremtettem magamnak ezt a helyzetet. Hű, de erős vagyok. Ha meg tudtam teremteni magamnak ezt a helyzetet, akkor mit tudok csinálni? Újra is tudom teremteni úgy, hogy az már nekem megfelelő legyen. Ezt a gyeplőt kapjuk vissza a kezünkbe. Mert mi történt? Ugye, amikor bejöttünk ide a Kárpát-medencébe, akkor rettegtek a magyaroktól, hogy ezek hátrafordulnak a lovon, és nyilaznak hátrafele. Ma sokan ott tartunk, hogy fordítva ülünk ezen a lovon, ami az életünket jelképezi, meg a sorsunkat, és csak lessük kétségbe esetlen, hogy merre rohan szakadékba, vagy egy folyónak, vagy egy sziklafalnak éppen. Ha elfogadom, hogy én vagyok a felelős, ott kapom vissza az életem irányításának a lehetőségét. Mi vezet oda, hogy ezt a felelősséget meg tudjam tenni? Mi az oda vezető út, hogy ezt magamra tudjam vállalni? Az egyik, hogy felhagyok a hibáztatással, a másik, hogy felhagyok a panaszkodással, a harmadik, hogy mellőzöm a kifogásokat. Mert nyilván nem itt ebben a teremben, de nagyon sokan élnek úgy, hogy nem vállalják fel a szükséges konfliktusokat. Nem kérik, amit akarnak, nem állnak ki magukért, nem képezik tovább magukat, nem járnak ilyen szemináriumokra, mint ahol önök is itt vannak. Egészségtelen ételeket esznek. Rettenetes szokásokat alakítanak ki, amit egyébként verhetetlen logikával védenek. És utána csodálkoznak, hogy az életük nem működik. Hogyha azt akarjuk, hogy az életünket új alapokra helyezzük, akkor a gondolkodásunkon kell változtatni, felelősséget kell vállalni azért, ami idáig történt velünk, és újra kell teremteni az életünket ebből a kiinduló pontból. Az ide vezető út pedig az, hogy megszabadulunk a hibáztatástól, a panaszkodástól és a kifogásoktól. Amikor először találkoztam az én mesteremmel, én ugye egy trénerképzést végeztem el nála 2009 és 2010 között, akkor azt mondtam, hogy Jack, én láttam ezt a Titok című filmet, amiben te is szerepeltél. Hányan látták innen a csapatból? Vagyunk egy páran. És mondtam neki, hogy olyan klassz ez a film. Tényleg ott van benne ez a fickó, és akkor beül a fotelbe, hátradől, és mint a vezetné a kocsit, és még látja is, ahogy indexel, meg a haját lobogtatja a szél. Olyan kevés embernek működik. Teszem hozzá, nekem sem működött mindig. Miért van ez? És azt mondta, hogy van egy nagyon fontos dolog, amiről ott nem beszéltünk. Szóval én nagyon sokat beszéltem, de aztán a vágók ugye kénytelenek voltak egy másfél órás filmet készíteni belőle. És ez a mondat nekem megváltoztatta az életemet, és ez a mondat úgy szól, hogy nem azt vonzod magadhoz, amit akarsz, hanem azt vonzod magadhoz, ami vagy. És talán ez ad sokaknak magyarázatot arra, hogy miért vagyunk abban a helyzetben, amilyen helyzetben vagyunk. A problémáink mutatják meg a személyiségünket. Hogyha valakit az ember meg akar ismerni, akkor meg kell ismerkedni annak a valakinek a problémáival. És hogyha az a probléma az az, mint az én előbb említett barátaimnál, hogy akkora adósságcsapdában vannak, hogy tulajdonképpen már a fizetésük 100%-a rámegy, akkor lehet, hogy itt szó van arról, hogy megfontolás nélkül hoznak döntéseket, hogy halogatnak, hogy nem próbálják megoldani a dolgokat, hanem mindig csak későbbre és későbbre helyezik ennek a megoldását. Tehát, ha látjuk a problémáinkat, következtethetünk arra, hogy mi az, amiben nekünk nagyobb felelősséget kellene vállalnunk a mindennapi életünkben. És Jack mesélt nekem egy asszonyról, azt mondja, hogy mindig van megoldás, valaki mindig talpon marad. Azt mondja, jött hozzám az egyik tanfolyamra egy hölgy, és mondta, hogy hát szörnyen indult a története, mert egy olyan utcában lakott, ahol ilyen újépítésű házak voltak, és elkezdték az embereket kilakoltatni. Nem tudták fizetni az emberek a részleteket. És ez a hölgy észrevette, hogy akiket kitesz a bank a lakásból, azok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mérges emberek. És úgy hagyják ott a lakást, hogy abban tulajdonképpen nem lehet tovább értékesíteni. Összekaristolják a falakat, összekenik mindenfélével az ajtókat, leszaggatják a polcokat, és feltépik a padlószőnyeget, ilyesmi. És a banknak ez gondot okozott. És azt mondja az asszony, hogy mi lenne, ha én kihasználnám ezt a lehetőséget? És felhívta a bankot, és azt mondja, hogy én vagyok az, akire maguknak szükségük van. Rendbe fogom kapni ezeket a lakásokat. Megcsinálom a padlószőnyeget, megcsinálom, kifestetek, stb. És aztán, hogyha rendbe hoztam, akkor maguk jó áron el tudják adni. Nem lesz vele gondjuk. Egy évvel később már 5 alkalmazottja volt, akikkel együtt dolgozott azért, hogy ezt a vállalkozást fejleszteni és fejleszteni tudja. Megtalálta ebben a lehetetlen helyzetben is egy kilakoltatott ember, hogy tud annyi pénzt keresni, amiből aztán már könnyűszerrel tud magának egy otthont vásárolni.
Úgyhogy innentől kezdve, ha ismerjük ezt a feladatot, hogy nekünk felelősséget kell vállalnunk minden eredményünkért, amit az életünkben megtapasztaltunk, akkor hogyha van egy helyzet innentől kezdve, akkor a következő kérdéseket tegyük fel magunknak. Hogyan teremtettem ezt a helyzetet? Hogy kerültem én ebbe a csávába? Mi az, ami a meggyőződésem volt ezzel kapcsolatban? Lehet, hogy az volt a meggyőződésem, hogy ez a frankárfolyam nem fog 140 forint fölé menni. Hát még sose volt olyan. Mik voltak ezzel kapcsolatban a meggyőződéseim? Lehet, hogy most nagyon magasnak tűnik ez a törlesztő részlet, de én bízom benne, hogy 20 év múlva, 60 éves koromban is fogok ennyit keresni. Lehet, hogy volt egy ilyen meggyőződésem, vagy volt egy olyan meggyőződésem, hogy hát a többiek is felvettek, akkor miért ne vennék fel én magam is. Mit tettem, vagy nem tettem? Mert ugye kétféle a történet. Vagy aktívan teszünk azért, hogy a dolog megvalósuljon. Mondjuk egy egyszerű példa, hogyha bemegyünk a kocsmába, és belekötünk egy részeg emberbe, és azt mondjuk, hogy jaj, de ronda nagy orrod van, és cserébe a miénkre ököllel rácsap egy nagyot, akkor azt mi teremtettük, nem kell különösebben magyarázni. De egy ilyen helyzetben is meg lehet találni, hogy hogyan engedtem meg, hogy ez így legyen. Mit nem tettem? Hogyan nem érdeklődtem? Hogyan nem számítottam ki, hogyha feljebb mennek az árfolyamok például, mi történik majd a családi költségvetésemmel? Van ismerősöm, és ugye mindig meg lehet találni a saját felelősséget, aki tolókocsiban van. És azt mondja, már látom a felelősségemet. Nem mondtam annak a srácnak, hogy hé, figyelj, túl részeg vagy ahhoz, hogy vezessél. És beültem mellé. Mondhatnám, hogy csak áldozat vagyok, de nem akarok áldozat lenni. Felelősséget akarok vállalni azért, hogy kezdhessek valamit az életemmel. És a legfontosabb kérdés az ez. Mit kell másképp csinálnom? Mit kell legközelebb másképp tennem? Mi az, amiről ez a lecke szólt számomra? Élek, köszönöm szépen, egészséges vagyok, köszönöm szépen. Lehet, hogy lesznek és vannak veszteségeim. De ezt az életet tovább kell gördíteni, előre kell vinni, és erről a tiszta lapról el kell indítani. Ez egy lecke volt, amiből én tanultam, és legközelebb máshogy fogom csinálni a dolgaimat. Van egy képlet, amit Jacknek egy Robert Resnick nevű kaliforniai pszichiáter tanított, ami roppant egyszerű. Az esemény és az eseményre adott reakció adja a végeredményt. Az életnek különféle eseményei vannak. Olykor válság van, olykor felszaladnak az árfolyamok, olykor eladósodunk. Hogyha tudjuk, hogy ez a képlet, mint a matematikában úgy működik, és nekünk azt mondjuk, hogy 2 + 2 = 4, de nekem nem tetszik a 4, én 5-öt akarok, meg 6-ot akarok, akkor ezen az első kettesen nem tudunk változtatni. Köszönjük szépen, a világ teszi a dolgát. Hogyha többet akarok, akkor az én reakcióimon kell változtatni. Másképp kell csinálnom valamit. Másképp, mint ahogy eddig csináltam. És ez a nagy művészet, megkeresni azt, hogy hogyan lehet ezt az egészet másképp működtetni. Van itt Pesten egy fiatal ember, ruhákkal, nagyon márkás ruhákkal kereskedett. És azt mondja, hogy ő ezt nagyon élvezte, hogy már azt, ahogy kibontotta és felrakta a válfára, azt, ahogy kiállította ezekben a gyönyörű kis pultokban ezeket a ruhákat, aztán, ahogy bejöttek a jómódú vevők, és ő ajánlani tudott nekik. Azt mondja, jött a válság, és sajnos az emberek egy idő után elfogytak. Nem akartak drága ruhát venni, mert nem akarták kiadni a pénzüket. És azt mondja, hogy próbált ő először más reakciót adni, akkor hirdetett máshol, mint korábban. Vagy többet, mint korábban. Ugyanúgy nem jöttek be. Oké, nem működött, megyünk tovább, más reakció. Akkor most nyitok egy turkálót, mert oda járnak az emberek, mert kevesebb pénzük van. De rá kellett, hogy jöjjön, hogy ez egy nagyon telített piac, és megvannak azok a befutott márkák, azt hiszem itt angol turi, meg ilyen nevűek, ahova járnak az emberek. Továbbra se jöttek hozzá. És azt mondja, akkor kitalálta a megoldást. Azt találta ki, hogy azokban a boltokban, illetve abban a boltban, ahol eladta a készletét, azt mondta az embereknek, hogy visszahozhatjátok ezt a pulóvert, mondjuk, amit most megvettetek. Ha visszahozzátok, az árnak, a vételárnak a 30%-át visszaadom egy ilyen kupon formájában, és ezt itt levásárolhatjátok. Tehát mondjuk, ha valaki 1200 forintért vett egy pulóvert, és 2 hét múlva visszavitte, akkor az 1200 forintnak a harmadát, 400 forintot egy bónban visszakapott, leadta a pulcsit, és már ment is nézni, hogy mire költse ezt a pénzt. Elkezdte forgatni az árukészletét. Elkezdtek járni hozzá az emberek, mert látták, hogy itt mindig van valami új, meg szemrevaló, amit érdemes megvásárolni. Egészen addig váltogatta a reakcióit, amíg meg nem találta azt, ami számára működik.
A saját életében kell mindenkinek ezt végigjátszani. Mi az a reakció, amit az élet eseményére, válság van és magas a frankárfolyam, adhatok ahhoz, hogy azt a végeredményt tapasztaljam meg, amit idáig. Egy másikat, mint amit idáig megtapasztaltam. Mert ez a nagyon fontos mögöttese ennek a dolognak. A ma megtapasztalt valóságunk az élet korábbi eseményeire adott reakcióinkból áll össze. Látjuk, hogy azért kerültünk ide, mert az élet bizonyos reakciói, az élet bizonyos eseményeire úgy reagáltunk, ahogy. A működésünk nagy részét a szokásaink teszik ki. Stressz helyzetre is megvannak a szokásaink, megvannak a megoldási képleteink. Jó, én tényleg én ilyenkor leszoktam fagyni, és inkább nem is figyelek oda, és eldugom még a csekket is, hogy ne lássam. Ha ez a reakciónk, akkor nem biztos, hogy az a célra vezető. Ha most nem működik, akkor változtatni kell ezen a szokáson, változtatni kell ezen a mechanizmuson. Kicsit játszunk, jó? Mindenkinek van, aki mellette ül. Az lenne a játék lényege, hogy az elkövetkezendő másfél percben mindenki többféleképpen fejezze be, hangosan mondja ki a mellette ülőnek ezt az egy mondatot. Ha csak 5%-kal nagyobb felelősséget vállalnék a pénzügyeimért, akkor... Ha csak 5%-kal nagyobb felelősséget vállalnék a pénzügyeimért, akkor már rég megnéztem volna, hogy melyik a legbiztosabb befektetési forma. Ha 5%-kal nagyobb felelősséget vállalnék a pénzügyeimért, akkor időben fizetném a csekkeket. Ha 5%-kal nagyobb felelősséget vállalnék a pénzügyeimért, akkor esetleg kevesebbet költenék, mint amennyit keresek. Jó, tehát nézzük meg, hogy mi az, ami ilyenkor előbukkan. Mindenkinek más lesz. De érdekes megtapasztalni azt az élményt, amikor kimondjuk. Jó? Tehát most minden csoportban mondjuk így van egy A meg egy B, oda lehet fordulni a másikhoz, jó napot kívánok, Szalai Ádám vagyok, honnan jött, hogy érzi magát. Hogyha valaki esetleg úgy van, hogy a sor szélén egyedül maradnak, akkor vegyük be harmadiknak, jó? A másfél perc mindjárt indul, és először befejezi A ezt a mondatkezdeményt, aztán befejezi B is. Hogy könnyű legyen választani, kezdje az, legyen az az A, akin a legsubickosabb fekete cipő van, jó? Így a kettejük közül. Nézzük meg a cipőket. Kinek van szebben kipucolva ma a cipője, jó? Ha megvan, hogy ki az A. Ha megvan, hogy ki az A, akkor ez a másfél perc indul mindjárt, ahogy jelzek. Mindenki kimondja a mondat elejét, és befejezi, ahogy az számára a leghasznosabb, utána cserélünk, és innen-onnan jönnek a befejezések. A másfél perc indul most. Köszönöm szépen. Kérném szépen a társaság figyelmét. Micsoda egy rafinált társaság vagyunk, igaz? Egy pillanatig nem hallottam csöndet. Mindenki tudta, hogy mit mondjon a másiknak. Mindenkinek voltak ötletei. Tudjuk, hogy mi az, amit másképp csinálhatnánk, de valamiért mégsem csináljuk másképp. Nagyon nehéz kilépni a meggyökeresedett szokásaink közül. Vagy mondok egy tippet arra, hogy hogyan lehet mégis, jó? De azért tegyük el, hogy most mondtam valamit, mi volt köztük a legizgalmasabb, a legfontosabb? Ha van egy, amire emlékeznek, írják le, és tegyenek mellé egy dátumot. Mikortól kezdve fogom másképp csinálni, jó? De nem jövő héten, meg majd két hét múlva, meg majd egyszer, nem. Egy egészen konkrét dátumot. Azzal tudnak segíteni maguknak. Nagyon fontos, hogy lezárjuk a múltat, lezárjuk azt, ami idáig történt velünk. Ugye nagyon sok kis puzzle darab van itt körülöttünk. Egy idő után, hogyha nem kezeljük ezeket a dolgokat, annyira bonyolultán válik a történet, hogy már nem tudjuk, hogy melyik irányba induljunk, és annyi ideig megyünk jobbra, balra, előre, meg hátra, hogy a végén ugyanott maradunk. Nagyon sok az, ami ilyenkor történik velünk. Ezek a puzzle darabok olyan sokféle dolgot jelenthetnek egy kétségbe esett embernél, hogy a rettenetes mennyiségű stressz miatt kiabálok a gyerekeimmel. A sok-sok aggodalom miatt nem bújtunk össze a feleségemmel vagy a férjemmel már 3 hónapja. Hogy emiatt az izgalom miatt halogatok a munkahelyemen, és nem kezdek bele a munkába, és lehet, hogy azt is elveszítem. Találkoztam olyan emberrel, aki tényleg, ahogy már említettem, eldugta a csekkeket a szekrény tetejére, hogy ne lássa. Micsoda izgalom ez? Az első lépés az, hogyha szembenézünk a problémával. Ha csinálunk egy tabularázát, hogyha leírjuk, hogy mennyi mindennel kellene most foglalkoznunk. Mennyi minden az, ami engem irritál.
És ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ostobaság most azt hinni, hogy veszteség nélkül ezt végig lehet csinálni. Minden megbukott, amiről eddig azt gondoltuk, hogy biztos. A munkahelyünk biztonsága, a befektetéseink biztonsága, a lakásunk biztonsága, minden. Most az maradt talpon, aki elfogadja, hogy igen, veszteség van, hogy tudok belőle a legjobban kijönni, hogy tudok belőle a legkönnyebben kijönni. A pszichológusok azt mondják, hogy egyszerre 6-7 szabad figyelem egységünk van. Hogyha ezt a 6-7-et leköti az, hogy nem tudom fizetni azért, meg hogy mindig veszekszem a gyerekekkel, meg nincs kedvem már hazamenni, meg rettegek bemenni a munkahelyre. Hogyha folyton egy ilyenben élünk, akkor nem marad egyetlen szabad figyelemegységünk sem arra, hogy a jövőnkkel foglalkozzunk. Annak az embernek a jövőjével, aki a legfontosabb számunkra, saját magunk jövőjével. El kell kezdeni lezárni a dolgokat. És azért kell őket számba venni, hogy tudjuk, hogy merre induljunk el. Úgyhogy érdemes összeírni egy ilyen irritációs listát. Mi az, ami engem irritál? A legapróbb dologtól elkezdve, hogy már 3 hónapja rossz az a rohadék mikrohullámú sütő a konyhában, és majd egyszer el kell vinni megjavítatni, mert még ez is naponta többször eszébe jut az embernek. Vagy mi az, ami irritál? Kitől kell bocsánatot kérnem? Kinek kell megbocsátanom? Mit kell visszafizetnem? Nézzük meg, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket, hogyha elkezdünk lezárogatni, rendet tenni az életünkben, akkor felszabadítjuk a figyelemegységeinket, hogy tovább tudjunk lépni. Ha csak olyan dolgok vannak a mindennapjainkban, ami irritál bennünket, vagy amelyek irritálnak, akkor egy idő után ahhoz nem lesz kedvünk, hogy kikeljünk az ágyból. Tehát egyrészt az irritációs lista a fizikai világban levő dolgokra, lehet ez egy lyukas szúnyogháló is, ha bejönnek rajta a szúnyogok este, az semmit nem ér, és irritál bennünket. És lehet olyan is, amikor mondom, valakitől bocsánatot kell kérni, vagy meg kell neki bocsátani, vagy egy ígéretet be kell tartani, mi megígértük, de nem tettük meg. Vagy egy elismerést meg kell adni, vagy meg kell érte dolgozni. Hogyan tudunk javítani a környezeteken? Nyilván egy 2 napos sikerkód tanfolyamon bővebben végig tudunk menni ezen az elméleten, a 9 környezet elméletén, ami tulajdonképpen csak arról szól, hogy itt állunk a középpontban, és a hitrendszerünk határozza meg, ez a minket burokként körbevevő hitrendszer, hogy mit tapasztalunk meg a külső világainkban, a testünkben, a fizikai környezetünkben, a pénzügyeinkben, meg a kapcsolatainkban. Tehát, hogy ez a 9 környezet arról szól, hogy tetten tudjuk érni a hiedelmeinket. De én most egy másik megvilágításba szeretnék ezen dolgozni, ezek a környezetek összefüggenek. És hogyha elkezdjük őket javítani, ha elkezdjük őket emelni, akkor az összes többin is tudunk emelni. Itt van például a fizikai környezetünk. Ez az, amin elsősorban lehet nagy eredményeket elérni. Ez az, ahol ha káosz van a fizikai környezetemben, mert már nincs kedvem otthon rendet se rakni, már nincs kedvem felseperni az udvart, már nincs kedvem kiporszívozni, mert annyira nyomaszt az, hogy mi lesz velem, akkor ez egyrészt a benti káosznak a külső tükröződése, másrészt viszont arról is szól, hogy ez nem kerül pénzbe, hogy megcsináljam. Ez egy irritáció, amit elkezdhetek. És hogyha kint rendet rakok a külvilágomban, az segít majd abban, hogy energiát nyerjek arra, hogy bent is nagyobb rend legyen. Hogy a testemmel kezdek, sokan növesztenek stressz high-t ilyen időszakban, elkezdenek enni, és azzal menekülnek a napi stressz elől. Ha rendbe teszem a testemet, az kihat a megjelenésemre, kihat az önbecsülésemre, kihat arra, hogy hogyan tudom a kapcsolataimat építeni, és nem kerül pénzbe. El kell kezdeni alulról, szinte az ember a saját hajánál fogva rántja ki magát. Más nem fog segíteni. A saját hajánál fogva kell, hogy kirántsa magát ezekből a mély lukakból. És aztán tényleg a kapcsolataim, építem-e a kapcsolataimat, vagy otthon maradok, magamra zárom az ajtót, behúzom a függönyt, és megnézek valami rettenetes sorozatot, és azon örülök, hogy azoknak még rosszabb. Van, aki ezért néz tévét. Én, mint szerkesztő, azt látom, hogy sokan ezért néznek tévét. Indulatból tévéznek az emberek. De el lehet menni otthonról, lehet kapcsolatot építeni, majd beszélünk erről, hogy hogyan érdemes ezt csinálni. Jó, tehát érdemes fejleszteni ezeket a környezeteket azért, hogy azonnali változást tapasztaljunk meg a mindennapokban. És aztán fontos ez, hogy megértsük a vonzás törvényét. Mert ugye olyan egyszerűnek tűnik, hogy az ember azt mondja, hogy kérj, higgy benne, és fogadd el. Sokan azt mondják, hogy hát jó, de mit kérjek? Én csak azt tudom, hogy mit nem akarok.
Sokan vannak úgy, hogy higgyek benne, hát a betyárját miért higgyek benne, eddig se sikerült semmi. Aztán ott van, hogy fogadd el. Hát hogy fogadnám el? Hát már apám is megmondta, hogy nem lesz belőlem senki. Tényleg nem is lett. Ugye? Nem érezzük magunkat érdemesnek arra. Azt fontos látni, hogy a gondolatok és az érzelmek azok, amelyek ezt a törvényt működtetik. A gondolataink és az érzelmek azok, amelyek ezeket a külső körülményeket, embereket, tapasztalatokat behozzák a mindennapjainkba. Ezek a gondolatok működnek egyfajta mágnesként, és nagyon erősek az érzelmek. Mi váltja ki az érzelmeket? A belső képek a fejünkben. Sokan vizualizálnak tudat alatt rettenetes katasztrófa filmeket, és aztán csodálkoznak, hogyha azokból némi nemű változat valóra is válik. Hogy miért van ott az a hangvilla, ezt egy rövid kétperces kis filmben szeretném megmutatni. Most lesz szükség a számítógép hangjára. És hogyha kérem, akkor legyen, hogy emeld egy picit a... Van itt két hangvillám, amit egy-egy dobozra erősítettem rá. You can hear what the sound is like. Ez egy G hangvilla, egy bizonyos frekvencián ezek. Ez a másik is ugyanazt a hangot adja. Ez a két hangvilla tehát tökéletesen egyforma. Most előveszek egy másik hangvillát, és ezt is megszólaltatom. Ha ráteszem a dobozra, ez egy másik hangot ad majd, egy E hangot. Egészen más hang. Mint az előző. Most megmutatom ebben, mi az igazán érdekes. Ha megütöm valamelyik hangvillát, úgyhogy a másikhoz hozzá sem élek, most csak ül itt. Megütöm, és most figyeljen el. Hoppá! Látták ezt? A két hangvilla fizikailag egyszer sem érintkezett egymással. Mindkettő ül itt magában a fatalpakba ágyazva. De ha megütöm ezt, a másik átveszi a hangot. Hogyha fordítva csinálom és a másikkal kezdem, akkor meg megkezdeszi. Hogyha viszont egy másik hangvillával csinálom, például az E hangvillával, és megszólaltatom ezt. Nobody picks it up. A többi nem rezonál. Do you understand what? A dolog tényleg csak annyit szól, ugye azt mondja, hogy értik, hogy mit jelent ez? Igen, mindennek megvan a maga rezgése. Megvan, és erről a rezgésről szól ez az univerzum, amiben élünk. Az egyik törvénye például a gravitáció. Ha én ezt most elengedem, akkor le fog esni. 10-ből 10-szer. Ugyanilyen törvények működnek, még a vonzás törvénye is az egyik ezek közül. Megvan a rezgése a szegénységnek, megvan a rezgése az aggodalomnak, megvan a rezgése a félelemnek. Hogyha ez az, amit a nap 24 órájából 18-ban sugárzunk magunkból, akkor ezt a rezgést fogjuk visszakapni. Egyre nagyobb és nagyobb mennyiségekben. Ezért fontos, hogy megértsük azt, hogy miért mondja a Zorba a görög, hogy táncolni kell, aztán a zene majd megjön valahonnan. Először kell emelnem az érzelmi rezgés szintemet. Először kell megélnem a jó kedvet, ahhoz, hogy a zene megérkezzen, ahhoz, hogy a pénz megérkezzen, ahhoz, hogy a kapcsolat megérkezzen. És ez a faramuci, ez a nehéz, de ez az igazi titok. Úgyhogy ha tovább megyünk, azt mondja, hogy mit jelent ez az egész, hogy kérj. A kérj az azt jelenti, hogy döntsd el végre, hogy mit akarsz. Az emberek közül nagyon sokan nem kapják meg, amit akarnak, mert életük végéig csak azon nyivákolnak, vekengenek, szoronganak, hogy mit nem akarnak. Nem akarom ezt az adósságot, nem szeretem ezt a munkahelyet, utálom a feleségemet vagy a férjemet. Segít bennünket az, hogyha átlendítjük ezt az egészet a pozitívba. Jó, akkor most ez megmutatta nekem, hogy viszont mit akarok. Egy biztos keresetet akarok, anyagi függetlenséget akarok, egy romantikus társat akarok. Döntsük el azt, hogy mit akarunk. Nézzük a pozitív oldalról. Aztán itt van ez a másik, higgy benne. Hogyan tudok én hinni benne? Úgy, hogy elkezdek érte dolgozni. Elkezdek érte tenni. Elkezdek cselekedni. Szokott az ember olyasmiért cselekedni, amiben nem hisz? Hát nem. Hogyan cselekedhetek? Beadom az önéletrajzot, felhívom a kapcsolataimat, megtanulok egy nyelvet és lenyelvvizsgázok, visszaülök az iskolapadba. Csomó lehetőségem van mindig. És a harmadik, most már érthetőbb, hogy mi ez az egész, hogy teremtsd meg magadban a vágyad rezgését. Úgy tudom elfogadni, hogyha különböző ötleteket találok ki, amelyekkel tudom ezt a rezgésszámot emelni magamban. Egészen apró ötleteket fogok mondani. Kezdjünk el egy sikernaplót írni. Innentől kezdve csak nyissunk egy üres füzetet, írjuk fel a mai dátumot,
És hogyha csak nagyon apró sikerünk van, akkor azt is időben odaértem az előadásra. Kiválóan jegyzeteltem az előadások alatt, és most emlékszem arra, hogy miről beszélt ez az ember, meg az összes többi is. És aztán, hogyha elég sok összegyűlik, és visszanézzük, akkor látni fogjuk, hogy hú, a betyárját, ezt is jól csináltam, ezt is jól csináltam, emeljük a rezgés számunkat. De az is lehet, hogy mondjuk csinálunk egy mantrát magunknak. Én minden reggel el szoktam magamnak mondani, hogy az élet egy fantasztikus utazás, és én minden napját élvezem. És onnantól kezdve erre van nyitva a szemem és a fülem. Ó, tényleg ez a kedves ember megjegyezte, hogy milyen csinos vagyok ma, tényleg, meg hogy 6 kilót fogytam, jaj, de kedves. És onnantól kezdve azt hallom meg. Arra van nyitva a fülem, meg arra van nyitva a szemem. Nagyon jó lehetőség még az, hogyha elkezdünk elismerni másokat. A legjobban arra vágyunk, hogy elismerjenek bennünket. Ezt úgy tudjuk elindítani, ezt a folyamatot, ha mi magunk adunk elismerést a többieknek. Ha észrevesszük, hogy esetleg kedvesen szolgáltak ki, miközben könyvet vásároltunk. Ha észrevesszük azt, hogy a pincér nekünk hozta először a kávét, és hogy milyen finom, és odafigyelt arra is, hogy milyen hab legyen rajta. Mondjuk ki! Olyan sokan úgy vannak, hogy végigéli egy házaspár az életét, és hát gondolom szeret, de sosem mondja. Nem mondjuk ki a másiknak azt, ami fontos benne. És nem adunk elismerést, és aztán csodálkozunk, hogy nem is kapunk. Ezt nagyon gyorsan akarom, tényleg csak lássuk azt, hogy én olvastam utána ezt a Hegedű Zsuzsa, ez a szociológus mondta, aki most hal helyett hálót programot hirdetett, és vidékre visz az embereknek disznót, vetőmagot, stb. Tehát, hogy inkább vigyük a vetőmagot, ne az ételt vigyük. Hogy abba kell hagyni a felfele tekintgetést. Az állam nem fog segíteni. Vagy magunkon segítünk, vagy végünk van. És tényleg az egyik ember eljön és tanul, a másik meg aztán hazamegy és leül egy sör mellé és nézi a tévét. Fontos, hogy képezzük magunkat. Az interneten rengeteg dolog van, ami segít ebben. Hogy elkészíthetjük a költségvetést és segít benne az internet. Hogy hogyan szabadulhatunk meg a nélkülözhető kiadásoktól. Van egy ismerősöm 400 ezer forint a havi tartozása. Azt se tudja, merre nézzen. És mondom, hogy tudunk találkozni, azt mondja, nem, mert várom a takarítónőt. Mondom, mit csinálsz? Takarítónőt? Csomó nélkülözhető kiadás van az életünkben. Hogy hogyan építsünk menekülő alapot. Tessék bújni a netet, tessék. Én azt hallottam, hogy Tóth András pénzügyi tanácsadónak is vannak ingyenes szemináriumai. Tessen tanulni. Jó? És aztán hogyan lehet felszámolni a kisebb adósságokat. Hogyan lehet jobban betapasztani ezt a malacperselyt. Aztán készítsünk szabadulási tervet, kezdjünk el célokat kitűzni, hiszen tudjuk, hogy az agyunk úgy működik, mint valami célkereső, célkövető szerkezet. Fókuszálunk el arra, amit akarunk. Arra fókuszálunk általában, amit nem akarunk. Úgyhogy konkrét és mérhető célokat kell kitűznünk, hogy ebben a labirintusban elboldoguljunk. Meg kell tudni mondani, hogy merre akarok menni, ahhoz, hogy odaérjek. Jó cél tűzte-e ki? Sokan jönnek hozzánk oda olyannal, hogy kitűztem a célomat, nem nyögök az adósságaim súlya alatt 2012. január 31-től. Mennyit, mikorra? Konkrét és mérhető. De arról szól, amit nem akarok. Minden nap kétszer elolvasom, hogy adósságaim vannak, és nyögök a súlyuk alatt. Tanuljunk meg célt írni. Rendben törlesztem a hitelemet 2012. január 31-től. Ez már arról szól, hogy minden oké, hogy működik az életem. Vagy nem függök a munkahelyemtől 2012. január 31-től. A tudatalatti képekben gondolkodik, nem ismeri a nemet. A függőséget látja benne. Cseréljem ki arra, ami már arról szól, amit akarok. 300 ezer forintot keresek havonta 2012. január 31-től. Mindegy, hogy hogyan. Nem a logikája kell. Jussunk el odáig, hogy kitaláljuk, hogy mit akarunk. Az első és legfontosabb dolog. Aztán azt mondom, hogy lendülj akcióba. Mi ez? Kezdjük el használni az ötös szabályt. 4-5 perccel túlcsúszom, jó? Én nagyon fel fogom pörgetni. Az ötös szabály az onnan indult, hogy amikor Jack Canfield és Mark Victor Hansen kiadták ezt az Erőleves a léleknek című könyvet, annyi tanácsot kaptak, hogy már nem tudták, hogy merre induljanak. És elmentek egy nagyon okos emberhez, Ron Scholasticóhoz, aki azt mondta nekik, hogy adva van egy hatalmas fa és egyetlen fejsze. Ha minden nap csak ötöt csaptok ennek a fának a törzsére, akkor ez a fa előbb-utóbb ki fog dőlni. Nincs más választása. És ebből alkották meg az ötös szabályukat. Ami arról szólt, hogy minden nap tettek 5 dolgot azért, hogy ebből a könyvből bestseller legyen. Szerkesztőségeket hívtak, tréningeket tartottak, ahol aztán a terem végében eladták a könyvet, hírességeket hívtak fel és ajánlották nekik. Minden nap 5 dolgot. És amikor aztán a Time magazin azt írta, Erőleves a léleknek az évszázad könyvkiadási szenzációja, akkor Jack azt mondta, hogy nem, ez az ötös szabály alkalmazása minden nap 2,5 éven keresztül. Mi az, amit hajlandóak beépíteni az életükbe?
ugye kétféle idő van, a horizontális, ami az életünk, meg a vertikális, a 24 órák. És azt szoktuk csinálni, hogy nagyon nekibuzdulunk, és hétfőn, kedden, meg szerdán teljes erőből hajtunk azért, hogy változtassunk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ki tudjuk használni a horizontális időt, a napokból. Mi az a 10 perc, vagy 15 perc, amit félre tudunk tenni, amit el tudunk csípni azért, hogy ezért a mi új célunkért tenni tudjunk. Mi lesz az az 5 lépés, amit minden nap megtesznek? Legyen egy lépés. Innentől kezdve minden nap megtanulok 10 angol szót, vagy 10 német szót, hogyha ott akarok dolgozni orvosként, vagy nővérként. Mi az, amit minden nap megtesznek? Ez a lényeg, hogy hogyan tudnak új szokást kialakítani, új szokást beépíteni. Tessen kitartani 30 napig. Hogyha 30 napig nem sikerül kitartani, akkor megint az első napról fognak indulni. Ha nem sikerül új szabályt, új szokást beépíteni az életükbe, akkor pedig nem fognak változásokat megtapasztalni. Kérni is tudni kell. Van egy kedves ismerősöm, Marsha Widernek hívják, egy ilyen tűzről pattant kis tréner, nagy hangja van és nagy lelkesedése, és ő mondta, hogy egy vezetői workshopot tartott egy számára idegen városban, és kellett neki 10 fénymásolat egy bizonyos papírból. És azt mondja, hogy nem talált fénymásoló szalont. És rohangált, és végre észrevett egy boltot, meg ezeket a kirakatba, és bement, és mondta, hogy kérek szépen 10-et ebből a papírból. Azt mondja, asszonyom, maga félreérti a dolgot, mi áruljuk ezeket a szép nagy gépeket, itt nem másolunk. De Marsha tudta, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Tudta, hogy hogy kell kérni. Azt mondta, hogy kivel kell beszélnem ahhoz, hogy én mégis kapjak 10 fénymásolatot. És mondták neki, hogy hát ott benn hátul van Joe, ott a Reluxás irodába, esetleg tessen bemenni hozzá. És bement az asszony, és tőle is megkapta, hogy itt ezeket árusítják. De tudta a következő dolgot is. Minek kell történnie ahhoz, hogy én mégis megkapjam? És mondták neki, hogy hát talán részt vehetne egy tesztben, összehasonlítanánk az Epson meg a HP nyomtatókat. Nézzük meg, azt mondja, lehúzok 5-öt ezen, lehúzok 5-öt a másikon, melyik tetszik jobban? Szóval nekem a HP képe sokkal jobban tetszik. Esetleg szüksége van erre a 10 papírra, hogyha már itt van? Hát persze, hogy szükségem van rá, viszont látásra is kiviharzott. De ez miről szól? Miről szól? Hogy belül tudunk-e kérni? Elfogadjuk-e, hogy erre mindenkinek szüksége van? Elfogadjuk-e, hogy ezt a sikeres emberek így csinálják? És tudjuk-e, hogy a kérés az mindig csak a számok játéka, és valahol valaki arra vár, hogy a mi kérésünkre mondjon igent. Én azt hiszem, hogy kimondhatatlan, 8 millió példányban meg 47 nyelven kelt el az erőleves a léleknek. 143 kiadó mondott rá nemet zsinórban. A 144. adta ki. És mindig azt tudták mondani, hogy ez a számok játéka. Megyünk tovább. Kérek, 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 mert ezt így csinálják a sikeres emberek. Elfogadjuk, hogy így kell csinálni. És mi ez az egész, hogy szerezünk szövetséges? Bármilyen problémája van bárkinek, egy rakás ember van, aki osztja ugyanazt a problémát. Ott vannak az anonim alkoholisták, ott vannak az anonim szexőrültek, bármi is. Mindig van, aki osztja a mi problémánkat. Nem szabad alábecsülni egy ilyen csoportban rejlő erőt. Van, aki úgy megy haza, hogy nem ismerkedtem meg senkivel, nem találkoztam senkivel, és van, aki összehaverkodik 6 másikkal. És látjuk. Neked ez a megoldási javaslatod van. Te ezt szoktad csinálni. Ez működött? Nekem ez működött. El lehet kezdeni megosztani a tapasztalatokat. Ő építeni az önbecsülésünket. Tanácsokat adunk és kapunk. Kihasználjuk azt, hogy vannak emberek, és itt találkozhatunk velük, és majd szünet lesz. Találkozhatunk velük, és kérdezhetünk tőlük. Kereshetünk mentort, kérhetünk tanácsot. Nagyon sokan vannak, akik oda sem mernek menni egy másik emberhez, pedig az olyan jól esik, amikor valaki... Én vagyok a menő, aki tanácsokat oszthat, hát szívesen elmondom, hogy én ezt hogyan gondolom. És nagyon fontos, és akkor búcsúzzunk ezzel, hogy vegyük magunkat körül pozitív emberekkel. Azt mondja Jim Rohn, aki egy kiváló tréner volt, hogy annak az öt embernek az átlaga leszel, akivel a legtöbb idődet töltöd. Nézzünk körül, ki ez az öt ember a mi életünkben. Arról szól, hogy ők támogatnak, inspirálnak és a fejlődésünk útját egyengetik, vagy hogyha pozitív és negatív jelet kellene tenni a nevük mellé, akkor csak mindenki negatív lenne ebben a játékban. Ha egy ilyen környezetben vagyunk, innen nem lehet győzni. Új kapcsolatokat kell építenünk ahhoz, és meg kell keresnünk a sikeres emberek ismerettségét ahhoz, hogy ezt a sikert végre megtapasztaljuk. Nem akarom elúsztatni a napot, úgyhogy én ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket, és köszönöm, hogy itt lehettem.